Köszöntöm Önöket itt a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban csekén befejezte a himnuszt. Így ezen a héten arról kérdezem Önöket, hogy mit tudnak a Magyar Kultúra Napjáról, valamint a kulturális szokásaikra is kíváncsi leszek. Tartsanak velünk! Önöknek mit jelent a magyar himnusz? Mindenképp egy nagyon fennkölt érzés, pedig hát már életemben hallottam egy párszor. Azt hiszem a hazaszeretet, a szépség, az őseink. Tehát, hogy összevét, ha nagyon sok érzelmet kelt bennem. Fontos Önöknek, hogy kulturális eseményekre járjanak, művelődjenek még tovább, kiállítások, hangversenyek? Fontos, nagyon fontos. Például most szombaton a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Fiumei temetőbe fogunk menni erre a sétára. Tudja, hogy mióta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját? Mert nagyon jól mondta a dátumot. Nagyjából legalább? Nagyjából sem, megmondom őszintén. 1989 óta. Kicsit messzebbre gondoltam volna. Tehát 89 óta. Hát akkor ezt is megtudtam. A himnusz? Hát... teljes hazafiasságot, az embert áthatják, érzések olyankor meghatódik. Milyen kulturális programok iránt érdeklődik Ön leginkább? Hát szeretem én a zenét, az irodalmat, történelmi dolgokat, úgyhogy nagyon sok ilyen műsort nézek inkább, mert koromnál fogva már nem nagyon járok el. Azt esetleg figyelemmel szokta követni, hogy a kerületben milyen kulturális események, kiállítás, megnyitók vannak? Igen, igen, igen. A kerületi híradóból szoktam az újságból tájékozódni, vagy ritkán előfordulok a művelődési házba, és akkor onnan hozok el programot. Még ott szoktam tájékozódni. Örömteli. Azt mondanám, ilyenkor az ember a hazájára gondol, és jó eső érzés. Szokott kulturális rendezvényekre, programokra járni? Nagyon ritkán. Ha igen, akkor mégis milyen típusú eseményen vesz részt, és miért? Hát amikor valami új bemutató, például a Ligetbe, valamikor bent laktunk a 6. kerületbe, és szívesen járok vissza, nézem, hogy újul meg. Majd készülök elmenni erre, amikor a Néprajzi Múzeum és a Liget projekt félig, meddig ugye már kész van. Tehát minden ilyen. Meg hát itt a kerületben is, amikor van, akkor, ha lehet, akkor. Önök tudják, hogy mikor van a Magyar Kultúra Napja, és kinek a nevéhez kötődik? Hát mi meg nem vagyunk magyarok, úgyhogy... Jó, de attól még tudhatjuk, nem tudjuk. Én nem tudok. Kölcsey Ferenc nevéhez kötődik, és január 22-én, tehát most szombaton fogjuk ünnepelni. Ha már a kultúránál tartunk, akkor Önök milyen kulturális programokon szoktak részt venni? Hát... általában görög kulturális programokban szoktunk mindig részt venni. És a Cimbalom szövetségnek a Cimbalom koncertre szoktunk járni. Szeretik a kiállításokat? Vagy hogyha már a zenénél tartunk, akkor még milyen hangverseny vagy koncert érdekli Önöket? Nem tudom mit. Még a népzenei. Általában. Az, inkább az. Tehát a klasszikusokat szeretjük, de nagyon drága ilyen helyen elmenni. Nem bírjuk mi. Kis nyugdíjunk van csak. Képzőművészet tekintetében mi a véleményük? Mit szeretnek? Nem nagyon járunk ilyen helyeken, úgyhogy... Szoktak nézelődni, hogy a kerületben milyen kulturális események vannak, akár most így a Magyar Kultúra Napjának ünneplésekor hétvégén? Ebben a kerületben már annyira nem vagyunk járatosak, mivel már nem itt élünk, hanem a 16-ban, de ott igen figyelemmel kísérjük a színházaknak és a különböző műfázaknak az eseményeit is. Önnek milyen kulturális szokásai vannak? Szokott-e koncertre járni, hangversenyre, kiállítás megnyitókra? Igen. Milyenekre?
klasszikusokra, modernekre. Nézd, én építeszek, és gyakorlatilag itt átlátom a kultúrának azt a részét. Már nagyon régen voltunk, tehát ilyen nem jellemző, nem voltunk. Mit jelent önöknek a kultúra? Hát a fiatalabb időszakban ez is, akkor is mást jelentett. Idősebb korban szintén, ma már inkább azokat a dolgokat vesszük előtérbe, amelyek a nyugdíjasok vonatkozásában meghatározóak. Ugye ilyen többek között a nyugdíjas kluboknak a való résztvétel, az ott lévő műsorok és rendezvényeknek a megtekintése. Aztán hát ugye néha az ember persze, hogy olvas különböző dolgokat, amit fiatal korában elhagyott, és ezen kívül a kultúrának egy jó részét tévén keresztül az ember megkapja, úgy filmeket, mint más eseményeket, de jellemzően más különösebben nem tudok mondani. Itt Rákos mentén mi érdekli a legjobban? Kiállítás, megnyitó, hangverseny? Rákos Csabán élek, most már 24 éve, és a Csigaház, vagy most már szem Csabaháznak hívják, ott, amikor vannak, és elég sűrűn, akkor, ha lehet, akkor elmegyek. Hogyan tudná nekem összefoglalni, mit jelent önnek a kultúra és annak tovább örökítése? Hát tulajdonképpen ez a átvitele a gyermekeink részére eleve ott kezdődik. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, én úgy érzem. Hogyan, milyen módszerekkel lehet egy kicsit megszoktatni az embereket a kulturális élettel kapcsolatban, vagy megszerettetni velük a régi gyökereinket idéző kultúrát? Én úgy érzem, hogy most azon a ponton vagyunk, amikor elég széles körben lehet érzékelni azt, hogy a fiatalokat is nagyon-nagyon kezdik érdekelni ezek. Tehát nem csak az idősebb vagy az én korosztályomat. Ha már a kultúráról beszélgetünk, akkor tudja, hogy mikor ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, illetve azt, hogy kinek a nevéhez kötődik ez a jeles esemény? Hú, ne haragudjon, nem. Január 22-én és Kölcsey Ferenc nevéhez kötődik. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, okosabb lettem. Ebből kifolyólag esetleg most hétvégén itt a kerületbe elmegy valamilyen rendezvényre, kiállításra? Még nem néztem meg, majd a neten, interneten fogok szétnézni, megmondom őszintén, mert ugye még ma a szerda van, úgyhogy még előre meg függ az, hogy a fiam és lányomék is, hogy mit terveznek. Ez egy érzelmi kérdés természetesen. Azon kívül, hogy minden futballmeccs előtt lassan már lejátszák a himnuszt, amit én nagyon nem tartok jónak, mert az, hogyha egy nemzetközi mérkőzésen lejátszák, azt el tudom fogadni, de az, hogy már egy klubmeccsen is lejátszák, ez teljesen devalválódik maga ez a szó és ez a kifejezés. Egyébként én elég érzelmes vagyok, és a hazával kapcsolatosan sokkal több a mély érzelem, mint nagyon sok másnak, akik ebből portikát csinálnak. Azt tudja, hogy kinek a nevéhez kötődik a Magyar Kultúra Napja, valamint az, hogy mikor ünnepeljük? Hát gondolom, hogy Kölcseivel van összefüggésbe, ez jellemző, de ezen kívül lehetne ugyanúgy Vörös Martitól kezdve, Petőfi Sándoron keresztül, sok nagy nemzedéknek ahhoz képest figyelembe lehetne venni. Úgy konkrétan, hogy melyik hónap júliusban, nem tudom pontosan. Most hétvégén fogjuk ünnepelni a Magyar Kultúra Napját. Tudja, hogy kinek a nevéhez kötődik ez a jeles esemény? Most nem tudom. Kölcseihez. Igen. Hogyan örökíti ön tovább a kultúrát? Mit jelent önnek a kulturális értékek, gyökerek továbbtáplálása? Hát igazából az, hogy visszük tovább, ugye tanítjuk a gyerekeket,
már óvodába, iskolába tulajdonképpen a nemzetünk értékeit visszük tovább. Az, hogy hogyan tápláljuk, hát minden korszaknak megvan a maga domináló része, hogy mivel tudja jobban megfogni a fiatalokat, hiszen nem az időseket kell itt elsősorban, szerintem. Hogyan örökítik tovább a kultúrát? Önöknek mit jelent maga a kultúra, a kulturális szokások, a hagyományok őrzése, a gyökereink táplálása? Hát ez nagyon jó kérdés, nagyon összetett, és ezért egy kicsit nehéz is így válaszolni. Ugye mindenképp a gyerekeinknek átadtuk ezeket az érzéseket, legyen az egy néptánc formája, egy népmese, utazások, az Ismerd meg hazádat című séták. Ugye hát már felnőttek a gyerekeink értelemszerűen, és ők is viszik ezt tovább, és értékelik ezeket a hagyományokat. Hogyha választani kellene különböző kulturális programok közül, akkor mi áll az önök szívéhez a legközelebb? Kiállítás megnyitó, vagy egy grafikai előadás, vagy balettművészet? Hogyan látják, mi az, ami a leginkább inspirálja önöket, vagy érdekli? Én nagyon szeretek szemicskézni mindenből. Úgy is szokták mondani átlagosan, hogy mindenevő vagyok. Nagyon szívesen elmegyünk kiállítás megnyitóra. A baráti társaságban vannak olyan művészek, akiknek mindenképp megnézzük a kiállítását, de hát természetesen a számunkra idegenekét is. Zenében a zenét is nagyon szeretjük, zongora versenyeket, a koncerteket, de a mai zenét is, tehát nem csak a klasszikusokra gondolok itt. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk több évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, valamint erősítsük nemzeti tudatunkat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő hét szerdán, és amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi itt a Szóbeszédben. Viszontlátásra!